És ott van a Hagada, az elbeszélés, az emlékezés könyve is, amiben felolvastánk a történetet, de mielőtt hozzálátnánk a felolvasáshoz, fontos, hogy ott legyen legalább egy gyerek, aki fölteszi azt a nyitó négy kérdést, amire mi majd válaszolni fogunk. Az emlékezéshez feltétlenül szükség van kérdésre, szükség van kérdezőkre. Ha nincsen jövőnk, akkor múltunk sincsen. Január 27-e. Annak a 6 millió zsidónak az emléknapja, akiket tömegsírba lőtek, akiket elpusztítottak, akiket elért a Shoah, a pusztulás, elért a holokauszt, elért az elégetés, a tűzhalál. Zsazsa nagynéném emléknapja ez, aki 44 őszén egy marhavagon ablakából, remélve, hogy valaki postára adja, levelezőlapot dobott ki azzal az üzenettel, hogy Muti, valamilyen Auschwitz-ilyen nevű helyre visznek dolgozni. Ha megérkezem, írok. Nem írt. Nem jött haza. Nem jött haza sem ő, sem sok millió társa. De én itt vagyok. Kisgyerekként túléltem 44-45 rettegését, élek, és él a gyermekem, élnek az unokáim. Élnek a fényképeken lévők, élnek gyermekeik, élnek unokáik. Soha nem szabad felejteni. Soha nem szabad felejteni a szörnyűséget, emlékezni és emlékeztetni kell a pusztulásra, de hirdetni kell az életet, hirdetni kell az élő jelent és a gyarapodó jövőt. Ez a kiállítás az ősi parancs követésének módját tárja elénk azt, ahogyan a második, harmadik generáció figyel a világ történelmi tapasztalatra. A holokauszt emlékének sötét ragyogásán, ahogyan Kertész mondja, ott a tompa derengés, az utódok emlékőrző figyelme. Köszönöm szépen.